Ez egy kortárs lengyel szerzőnek a darabja. Egy iskola rossz helyzetbe kerül, anyagilag az összeomlás a csőd szélén van, és összehívett tantestületi ülést az igazgató, ahol megosztja a többiekkel, hogy megvan a megoldás. Ő kapott egy e-mailt Izraelből, ide járt a zsidó, és őt meg kell hívni, mert a zsidók tele vannak pénzzel, és meg fogja oldani az iskola helyzetét. És ahogy te most somolyogsz ezen, ebből adódóan nagyon ostoba részei vannak ennek a beszélgetésnek. Tehát, hogy nyilván bizonyos tetteinkkel el kell számolni magunkkal, és hogyha ez az előttünk lévő generációnak ez nem sikerült, az ő ügyetlenségük, csetebotaság, gyávaság és számtalan ok miatt, akkor ez a következő generációra marad. Ha az sem, akkor a következő, csak akkor már olyan zűrzavaros, meg ezzel a szembenézés egyre nehezebb lesz. Utolsó kérés, hogy káromkodj. Hát lehet, de nagyon megdrágítja. Tehát akkor le kell ülnünk és egy szerződést kötni. Van nagyon hosszú káromkodás, majd elmondom, melyik milyen áron van. És akkor most itt kikapcsoljuk, megbeszéljük. Ha nem lesz folytatás, akkor nem tudtad kifizetni. Ha lesz folytatás, abból kiderül, hogy megegyeztük. Nagyon szépen köszönöm. Jó. Van ez az olcsóbb, hogy a cica rúgja meg. Ez ingyen van.